Üdv mindenkinek ismételten egy kis Resident Evil végigjátszás alatt. Ez ugye még mindig a Claire Second Run, vagy B-szenárió, ahogy tetszik. Én jobban szeretem az eredetit használni. De ettől függetlenül erre már nincsen szükségem. Nézzük csak. Illetve nem is tudom, hogy lesz-e majd szükségem, majd később elteszem, hogyha nagyon kell. Vissza fogok jönni majd úgyis kipucolni itt az őrsöt akkor, amikor már senki nem fog piszkálni vele. Ezt egyenlőre elteszem, kiváló lesz a későbbiekben. Nem is tudom, hogy hagytam-e itt lőszert valahol. Ez egy zseniális kérdés. És nem volt eszem, jó. Na szóval, most akkor megyek hátra szépen. És megoldom, amit kell. Az egy levélke, az engem nem nagyon érdekel egyenlőre, ott nem tudok semmit csinálni. Most egyenlőre lentre sem tudok menni, úgyhogy semmi értelmese lenne, az pedig ugye zárva van előttünk. Úgyhogy én most fogom magamat és jövök föl. Kettő dolog, ami engem itt rendkívül cicerget. Dőljél el! Ha kap egy tűzsebzést, akkor záros határidőn belül ki fog dőlni, egyébként nem kell vele különösebben foglalkozni. Ott pedig ketteske, őtől is megszabadulnék. What the hell is up with you? Gyere már! What the... Köszi! Na! Először is itt van az egyik dobozunk, ugye most nem. Benfelé megyünk, úgyhogy ez egy egészen más kategória. Itt szerencsére már nem kell tartanunk semmit, itt a kék növényt azt mindenképpen felszedem a későbbiekre. Ahogy ezt is. Ezen pedig ugye nem tudok átmenni, ezt a másik oldalra tudom majd kinyitni, ha ki tudom nyitni. Tiszta a helyzet. Menjünk X-ni. Jó. Várjunk, csak azt mondja, hogy mi kell nekem, azt megtartjuk, megtartjuk, megtartjuk. Jó, elvileg azt még el tudom tenni. Aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Na most Claire-rel ugye errefelé is tudunk közlekedni, ami egy tök jó dolog. Az nem érdekel. Ez se érdekelt volna, hogyha nem harap meg, de mindegy most már. Hát ha már megharapott, akkor használjuk ki. Köszi. Na gyere, X-ke! Szokásos taktika.
És akkor megvárjuk, amíg jön felénk. Na gyere te féreg, fuss! Fuss már erre! Jó nagy kerülővel ott hagyjuk a francba. Nem nagyon izgatnak most a hülyeségei a srácnak. Siess már egy picit, Klára. Köszi. Na most pedig én itt keresztül menve be fogok tudni menni majd balra. Azt a rohadt elfelejtettem, hogy itt medikerek vannak! Basszusom, jól van akkor, még jó, hogy csináltam egy ilyet magamnak. Hú, csak éljem túl, gyerekek. Ez jó móka lesz. Azt mondja, hogy ha pedig itt ki fogok menni, akkor el jobbra, csak lassan. Na ez érdekes. Mindegy, ilyet úgy is kellett csinálnom. Tökéletes, köszönjük! X-bátyó úgy lecsapta, mint a szart. Most pedig X-bátyó még mindig a nyomomban van, de nem baj, mert én meg ezt gyorsan fogom csinálni. Futás, futás, futás. Ki is jött utánam. Ott is van az öreg, de nem baj, nem érdekel. Itt van egy csávó, akit le kell szedni mindenképpen. De nem baj, na. Óra toronyba ugye nem tud bejönni, ami egy nagyon pozitív dolog. Ott van, jó. Amit én még megcsinálok, mielőtt bármerre mennék tovább. Ó, bazzeg! Rossz ajtó! Na. Na, bocsánat. Másik ajtó. Nem itt. Hanem arra. Hogy kiszedett már a csávó azt a rohadt? Na. Kicsit eltévedtem, bocsi.
Nem tudom, hogy ki kapott szívinfarktust még rajtam kívül, én tuti. Na szóval, ez működött. Azt mondja, hogy itt van az egyik. Itt van a másik. Na szóval, akkor már csak rá kell jönnöm, hogy melyik ajtó az, amelyik nekem jó. Hátam mögött lévő. X az valahol a hátam mögött van, de azt sem tudja hol. Na most Claire-nek ez a része egyszerűbb, ugyanis nem kell mindenen átfutni. És ugye Tyrant az pedig Iron szirodájába sem tud bejönni, innentől kezdve azért egyszerűbb a dolgom. Jó. Persze, az csak úgy lóg. Na. Na nézzük, akkor ez már megint rossz lesz. Én már most látom. Azt mondja, hogy ez... Pedig az alap elképzelés az nem volt rossz. De ez így nem nyert. Ez biztos, hogy erre kell, hogy menjen, és az biztos, hogy erre kell, hogy menjen. Na várjunk csak. Eddig biztos, hogy így van. Nem, ez tudja, hogy lefele van. Ez tudja, hogy így van. Az a baj, hogy ezeket nem tudom máshogy forgatni. Jó, mindjárt kitalálom. Mondtam én.
Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her... Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. There has to be a way out of here. Mint tudjuk, Sherry legnagyobb ellensége a kartondobozok, úgyhogy... Mindjárt meg is nézzük, hogy hogy tudunk elbánni velük. Állj, hevő fakocka! Na. Megyek fakockálni, nézzük csak. Az addig jó, csak... Ez így nem lesz az igazi. Most az a helyzet, hogy inkább ezt kell ide tennem, ez biztos, hogy jó itt. Itt pedig a csillag háromszögön kívül tudja, hogy van másik, amelyik csillag háromszöges. Várjunk csak, és hogyha az... Az nem jó, az ide jó. Nem, ez biztos, hogy ide csillag négyzetes kell, már pedig csillag négyzetes, az csak az az egy van, úgyhogy az tuti, hogy jó oda. Akkor viszont keresek egy olyat, amelyik csillagkörös. Ez ide fog kerülni. Kell egy négyzet háromszög. Ez mégse jó basszus. Azt mondja, hogy pedig akkor egy csillag négyzetnek kell lennie még valahol. Na, mindig mellé nyomok. És nincs, csak a kizárásos alapon ez az egy, ez biztos, hogy jó oda. Akkor viszont csillagkör, az kell még legyen valahol ezen kívül. Ezt így nehéz elhinni, de mindegy, négyzet háromszög kell el nekem, de hát az meg... Itt valami nem stimmel, valami nagyon nem stimmel. Mit nem veszek észre? Ja, hogy az egy csillag háromszög bakker. Nem láttam rendesen. Bocsánat, kicsit le van húzva itt a fényerő, úgyhogy ez nem stimmel. Így jobb. Négyzetcsillag valahol, négyzetcsillag. Próbáljuk ezt, akkor viszont egy csillagkör kell nekem. Ez az! Kicsit rosszul láttam a szélét, na mindegy. És most tudunk megszabadulni ettől komolyan, tehát ennyire rohadt bonyolult egyébként, tehát karton, papír, Sherry. Nem vagy annyira retardált, hogy ezen ne tudjál átmászni. Na. What is this?
Menjünk, nézzük meg Irons bátyót. That must be the door out of here. Kifejezetten tetszik egyébként, hogy betették ezeket a plusz jeleneteket Ironsszal, mint ugye, ami például ott volt ugye Claire-rel a parkolóban. Ad egy kis extra színezetet az egésznek. Bukta. Where are you going, Sherry? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. You little bitch. You're gonna pay for this. Ah, you little shit. You hear? Sherry, semmit nem érsz azzal, hogyha becsukod az ajtót egy olyan ember előtt, aki bazi nagy és van kulcsa. Csókolom, Irons bácsi. Ne tessék bántani. It's all over now. Doors locked. Én nem szeretem egyébként a mindenféle ilyen izérészeket. Where are you? Show yourself. I know you're in here. Az ilyen sunyulós részeket, de ez például kifejezetten tetszik. The worse it's gonna be. Ez úgy valamiért, annak ellenére, hogy egy rövid kis szekció megadja a hangulatot, és nem lóg ki az egészből. This is your last fucking chance. Show yourself now. It burns. Mossad magad, Irons papa. Fuck is my key. I see you. Na hol van a kulcsot, pöcsfej? Hurry, hurry, hurry.
Here's Johnny! Get over here. Ezt nem tudom megunni. Get over here! Na. Unfinished business. What are you talking about? Don't waste my fucking time. Bring me the pendant or Sherry dies. Pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine. Where are you? The orphanage. The orphanage? Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Is Sherry all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her! Are you serious? Damn it! Azért Irons is egy igazi retardált. Vissza akarja kapni ezt a rohadt nyakláncot. De az eszébe nem jutna, hogy esetleg pontos instrukciókat adon a csajnak, akinél van. Na, akkor pakolásszunk. Egyenlőre ez nem kell, majd csak később. Egyenlőre ez kell. Ez nem kell. Így már jobb. És akkor én még magamhoz veszek. Mit veszek magamhoz? Ezt már csak a disznóság kedvéért. Meg ezt is, úgy érzem, hogy kelleni fog. Na, húzzunk akkor vissza lefelé. Na most ezt a részt én nem csak hogy utálom, de egyetlen egyszer csináltam meg. Jó. Nos, a kis pénisszel sok gondom nem volt, úgyhogy... Hát csak arra az egyre kell figyelnem, hogy ott van a hátam mögött. Jó. Anyádat, azt! Nem már! Most erre használtam a másikat? Hogy kapott ezzel? Nem is látott. Jó, van mindegy, valahogy csak megúszom a kutyákat, meg a többi szart. Egyszer már sikerült, most miért ne sikerülne? Hagyjál békén!
mellé. Bocs, blöki, ma nincs vacsi. Nem már, ez hogyan? No, köszönöm szépen ismételten, hogy velem voltatok immáron a harmadik részben. Innen fogjuk folytatni, remélem, hogy eddig is tetszett. Továbbra is dobjatok egy lájkot, meg egy kommentet, meg egyebet, hogy hogy tetszett, hogy nem tetszett, és osztogassátok nyugodtan, és hogyha eddig nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel ránk, és jelöljétek be azt a kis csengőt, hogy értesítést kapjatok a legújabb videókról. Elég gyakran jönnek egyébként, úgyhogy szerintem mindenki meg fogja találni a magának valót. Következő alkalomig pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Sziasztok!